Most ezúttal, ezennel szeretném első előadónkat, Laszorszki József professzort felkonferálni, történész régész, középkorkutató, egyetemi oktatóként a zeltén dolgozott és tanít középkori régészetet, történelmet és kulturális örökség tanulmányokat a Közép-Európai Egyetemen. Kutatási terület a tájrégészet és a középkori kolostoló kultúrája. A régészeti örökség feltárása és bemutatása, valamint a középkori gazdaság és környezettörténet. Régészeti ásatásokat és terepkutatásokat folytatott Visegrádon, a Pilisben és Franciaországban, ezen kívül Olaszországban, Kambodzsában és Mongóliában előadásának címe, azt hiszem látható, tájhasználat és klímaváltozás az elmúlt ezer évben. Köszönöm. Tisztelt hallgatóság, kedves vendégek! Ahogy a címből kiderül, én tájhasználat és klímaváltozás az elmúlt ezer évben témáról fogok beszélni, ami talán érthető, hogyha bevezető mondatokból nyilvánvalóvá vált, hogy nekem a szakmám az a régészet és a történelem, és az utóbbi időben elég sokat foglalkozom a kulturális örökséggel, de hogy ezek a lehet, hogy Sokak számára kicsit távoli dolgok könnyebben érthetőek legyenek és követhetőek legyenek. Ezért én azt választottam, hogy egy olyan fogalom köré próbálom ezt az előadást kapcsolni, amit biztos, hogy mindenki ismer és használ. Ez pedig nem más, mint egy szó, a telek. És én a telekről fogok beszélni az elmúlt ezer évben. És az a kérdés, hogy Mit jelentett ez a szó 200, 600, 800 vagy 1000 évvel ezelőtt, és az, hogy ez mit jelentett, egyrészt azt honnan tudjuk, másrészt, hogy ez mit mond el arról, amit a téma tájhasználat, és hogy esetleg még arról is mond valamit, hogy klímaváltozás. Úgyhogy ez az én előadásomnak a kerete. Rögtön szeretnék előre bocsájtani valamit, ami talán mindenre, amiről beszélni fogok, fontos lesz. Én nem tartozom azok közé, akik úgy gondolják, hogy az, ami a múltban volt, tradicionális tájhasználat, művelési formák és minden egyebek, az mind jó volt. Tehát nem egy ilyen romantikus megközelítéssel, hogy bezeg akkor az, milyen jó volt. És azt sem gondolom, hogy minden, ami a múltban volt, az direktben és konkrétan hasznosítható a mai dolgokban. Ezt azért mondom el, mert a permakultúra nyilván próbál mindenféle korábbi gyakorlatokhoz is visszanyúlni, és ezt én is nagyon fontosnak érzem. De ezt nem úgy próbálnám csinálni, hogy nem nézzünk ezek dolgok mögé. Egyrészt úgy nézzünk mögé, hogy Egyáltalán honnan tudunk mi ezekről a dolgokról? Másrészt, van-e realitása annak, hogy ezek a régi dolgok, tradíciók, tájhasználati formák, ezek egyáltalán hasznosíthatók a mai világban? Hát, amit említettem, az én megközelítésem az egy picit speciális. Itt a dián látható-e könyv, gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon, ez egy több éves projektnek volt az eredménye, sok-sok szakembernek a részvételével. Én voltam a program egyik vezetője, és ami érdekes lehet, ennek van egy alcím ennek a kötetnek, gazdaságtörténet. Hát nyilván, ha múltban lévő gazdaságról beszélünk, az gazdaságtörténet, de van két másik része is, anyagi kultúra és régészet. Tehát, hogy erről a múltról úgy próbáltunk mondani valamit, hogy nem csak szövegekből, nem csak régi írásokból próbálkoztunk, hanem tárgyi emlékekből, régészetből, természettudományos vizsgálatokból, és minden, ami ehhez kapcsolható. És hogyha ezt mondom, akkor nyilván az is fölmerülhet, mint ahogy a kötetben előkerül is, klímatörténetről is volt szó benne, népességtörténetről is volt szó, ugyanúgy, ahogy mondjuk az emberek gondolkodásmódjáról, a vallásos élet vonatkozásairól is. Mit tudunk egyáltalán? Nagyon röviden az első blogban szeretnék néhány dolgot elmondani, hogy hogyáltalán hogy nyúltunk hogy szoktunk hozzá nyúlni ezekhez a témákhoz. Hát leginkább történeti szövegekre szoktunk támaszkodni a múltban, ezt ugye a történészek forrásnak nevezik, ami lehet oklevél, ami jogi dokumentumok sorozata, adminisztrációs dokumentumok, ugye ilyen roppant izgalmas szövegek, mint adóösszeírások, amiből hát rengeteg dolgot azért ki lehet deríteni, mint ahogy a mostani előadásban majd hallani fogják, szavak és kifejezések ezekben a szövegben, és ezeknek a saját története, de lehetnek elbeszélő történetek is, szentek legendái vagy krónikák, amiben hát sokkal ritkábban, de néha azért találunk olyan dolgokat, ami bennünket érdekelhet. Mindezek nyomán miről is lesz itt most szó? hát régészeti és történeti megközelítésekről, amelyek elsősorban a tájhasználat és a tájtörténet, valamint a környezet történet vonatkozásairól szólnak. Egy picit lesz szó a tájrégészetről, majd a holnapi egyik szekcióban erről egy kollégánk Zagykó Csilla fog beszélni, és én is majd folytatom ezt a témát. Hangsúlyosan próbálnék mondani valamit a hagyományos tájhasználati formák bizonyos elemeiről, és a visszatekintés, ahogy mondtam, ezer évre szól. Lehetne régebbre is menni, de én középkoros vagyok, úgyhogy én eddig megyek vissza. És mindezeknek a tájtörténeti, tájhasználati formáknak bármiféle mai alkalmazási lehetősége, vagy talán inkább azt mondanám, tanúságok a mai dolgainkra. Hát nézzük azt, hogy például a régészetben egyáltalán hogy van az, hogy a régészet ilyennek kell tud foglalkozni. Ebben azt is látni kell, hogy például a régészet tudományban az elmúlt néhány évtizedben nagyon alapvető változások folytak. Tehát a régész ma már nem csak ás, nem csak kincseket keres, ahogy a szokás volt. A régész nagyon sokféle témával és nagyon sok szempontból dolgozik például, ami most a mai témánk szempontjából fontos lesz, kutatja a középkori településeket, sőt a határukat is, szántóföldeket. És ehhez nagyon nagy szükségünk van mindenféle új módszerre és megközelítésre, legyen az légifotó, űrfelvétel, geofizikai felmérés, távérzékelés, térinformatika, talajkémia, és még rengeteg egyéb dolog. A másik, már elhangzott itt, van egy olyan, hogy tájrégészet, erről lesz külön szó, ez egy táj szemléletű régészet, illetve ami az a régészeti irány, ahol magát a tájat, mint régészeti forrás, mint régészetileg kutatható elemet vizsgáljuk. Hogy mi mindenre lehet támaszkodni, itt mutatnék egy példát, a magyar régészetnek az egyik legnagyobb vállalkozás, az évtizedek óta folyó program, Magyarország régészeti topográfiája, ez ma már az ország egy tizedét lefedi, és ez azt mondja meg, hogy az adott területen korszaktól függetlenül, tehát ez több, mint az én nézőpontom, ez visszamegy a paleolitikumig, hol, milyen korú és milyen jellegű lelőhely találhat. Ez a lelőhely, ez nekünk a kulcs kifejezésünk, ez semmi más nem jelent, mint ahol találunk valamit, ami régészetileg értelmezhető és ezek térbeliségét mondja meg ez a topográfia, lehet ez település, temető, bármi. És ez az egyik kinduló pontunk. A másik, itt erre rögtön mutatnék egy példát, a mostani témához közelebb állóként, például egy geofizikai felmérés. Ezek az ifjak, ez a 80-as években készült ez a kép, úgyhogy most már közöttük van tanszékvezető is, egy mezőn állnak az Alföld közepén, ez egy legelő, a háttérben látszik egy szép kukoricás, de ami bennünket akkor ott érdekelt, és ezért ezeket a magnetométereket, hát ma már ezek ilyen kőbaltás magnetométernek minősülnének, ezeket arra használtunk, hogy megpróbáltunk a föld felszíne alá nézni. Miért? Mert írott forrásokból és régészeti terepbejárásokból tudtuk, hogy azon a helyen egy elpusztult falu van. Egy olyan falu, aminek a középkorban ott álltak a házai, ott volt a temploma és a temetője, és ott voltak a környéken a szántóföldje, és bennünket ez érdekel. Na, ennek a felméréstek az eredményeként született ez a csodálatos műalkotás. Ezek a különböző színű, hát ugye a geofizika anomáliának nevezi, hát valamik, azt mutatják, hogy valami van a föld alatt. Tehát tényleg jól gondoltuk, ott vannak nyomai ennek a településnek. Itt elhangzott a bevezetésében, hogy reading the landscape, tehát hogy olvassuk a tájat, tájrégész is ezt csinálja. Hát itt reading the geophysics van, tehát megpróbáljuk olvasni ezt a szép színes képet, hogy mit mutathat ez arról, hogy hogy nézett ki az a település? Persze ezt egy picit zavarja a dolog, mert ha megnézik a képet, akkor ilyen átlós vonalak húzódnak a képen, ami nem a középkori dolog, hanem az a modern szántás zavaró hatása, ami valahogy belejön azért a geofizikába. Természetesen a leelőhelynek azon a részén, ahol modern szántóföld van most. A lényeg az, hogy megpróbálunk képet alkotni egy középkori településről, és annak a határáról is. És itt jutunk oda, hogy miért, mert bennünket nem csak a tárgyak érdekelnek, hanem olyan komplex kérdések is, mint tájhasználat. Hogy használta ez a falu a saját környezetét? Na ehhez persze fordulhatunk más forrásokhoz is, és az a falu, aminek itt ez a hát azért nehéz olvasni ezt a képet. Ez egy olyan szerkezetű falu lehetett, amit egészen késői forrásokból, például 18. századi térképekből láthatunk. nagy valószínűséggel ez egy utcás vagy két utcás település volt, szépen rendezetten álló házakból, csak hát ez. Olyan, az a kép, amit előbb láttunk, az nem olyan szép, mint ez, ahogy ugye a második katonai felmérés földmérője gyönyörűen Zsámbék nevű településünket lerajzolta, és az a kérdés, hogy az a tájhasználat, ami ez, ezen a képen látható, a házak, a piros házak mögötti kertek, belső telkek, és akkor már rögtön használom újra ezt a szót, az úgy viszonyul ahhoz, mint az a település, amit az a színes kép akar mutatni. Vagy még inkább, hogyha kimegyek a határba, és most megint Zsámbéknak ugyanazon kori határára megyek, ez az ábra, amiben sok-sok ilyen szántóföld, patak, egy rom, és mindenféle egyéb dolgok látszódnak, ez hogyan értelmezhető, hogy működött ez a település, hogy használta a tájat. Hát az első, amit rögtön tudok mondani, és ez a szó majd fontos lesz, hogy ez egy mozaikos tájhasználatot mutat. Sok kis egység van, ami különböző módon működnek, és hogy ez mennyire így van, azt rögtön érzékelni lehet, hogyha ugyanannak a tájnak a mai légifotóját megnézzük. Ez a különbség a kettő között. Az a kicsit több mint 200 év különbsége. És ez vajon mit jelent? Hát erre próbálok én majd néhány dolgot mondani, amiben vannak mezőgazdasági technikák, hogyan műveltük a földet, hogyan művelték a földet. Itt most éppen középkori szántás technikákról lehet egy, hogy hogy ment a szántás menete, milyen eszköz használtak, és itt még egy szép képünk is van, hogy kétségünk se legyen, hogy ez hogy nézhetett ki a középkorban. De mi. Ennél tovább akarunk lépni, mert a határt is szeretnénk látni, nem csak a falut, ahogy ezen a rekonstrukciós rajzon lehet látni, a templom, a házak, a házak mögötti kertek, vagy ahogy ezen a légi fotón látszik, azok a szép sávos vonalak, azok nem a térképész rajzai, ez a légi fotón látható egy egykori szántóföld nyomok, amit aztán átalakítva a gazdálkodást a területen, és elsősorban birkatartásra átrendeződve, ma szép győ, zöld gyep mutat, de a szántóföld nyomok legalábbis a fotón, mai napig láthatóak. Mi következik ebből? Ami bennünket érdekel, az a táj történeti rétegei. És mit jelent? Hát a történeti tájhasználat lehetőségének, annak a meghatározása. Az egykori településhálózat, a tájrégészeti elemek, amit a régész megtalál a tájban, a táji keretek, ilyen kifejezéseket használunk, hogy kolostortáj, királyvadászterület. vadászterület, Természetesen az épített örökség, vagy álló, vagy romos, a templom, az esetlegi lakóházak, tehát mind-mind ez az, amiből összejön a történeti táj, és ez az, amiről próbálunk képet alkotni, azért, hogy arról lehessen beszélni, amit a téma, a tájhasználat és tájtörténet. És akkor ezután, a rövid bevezető után szeretnék végre eljutni ahhoz, amit ígértem. Egy szó. A telek szó ezer éves változásai. És mit jelent ez? Földművelés, településeket, sőt, éghajlatváltozást is talán. Ezt nem fogom tudni itt a maradék néhány tíz percben elmondani végig, ezért néhány időszakra koncentrálok. Mit jelent ez a szó az Árpádkorban? Egyáltalán honnan származik ez a szó? Mi az eredete? Aztán ez a kifejezés a kulcsfogalom a középkori és koraújkori falvak gazdasági egységére és települési egységére. Mi a köze ennek az elpusztult települések helyéhez? Mi a vonatkozása, mi a kapcsolat ennek a szónak az újkori földterületi egységekhez? És hogy jön ez az egész a 20. századba, mint művelési ter forma, és hogy eljussunk a hobbitelekhez? mert kimegyek a telekre. Ugye? Így használjuk ezt a kifejezést, vagy veszek egy telket, építési telket a házamnak, vagy hobbinak. Ugye? Hát ez, ez a történet, amiről itt szó van. Hát kezdjük az elejével. Mit jelent a szó? Etimológiai szótár, a telek, házépítéshez való földarab, jobbágy, föld, lásd, telkes, jobbágy, mondja. Hát ennél majd többet is fogunk látni. Honnan származik? Azt mondja, hogy a teljes igenépszói alapszavának főnévi arcolatából származik denominális képzővel. Hát ez nagyon tudomásan hangzik. Mit jelent ez az? Azt jelenti, hogy a telt, telített, tele, televényes szavunk, az mind ugyanarra a gyökre megy vissza. Valamivel tele van, a telek az tele van valamivel. Mivel van tele? Olyan, mint a televény. Termékenységgel van tele. Vagyis a telek nem jelent semmi mást eredetileg, mint egy természetes módon termékeny területet. Ez a szónak az értelme. És mindezt honnan tudjuk? Hát részben a nyelvészeink etimológiai megfejtéséből, de hogy nagyobb legyen a szerencsénk, a középkori. Forrásainkban, szövegeinkben, elsősorban latin nyelvi okleveleinkben nagyon sokszor magyar szavakat használnak. Biztos mindenki tudja a fehér verre menő, hodú utú dolgot, ugye ez a Tihanyi Alapító levélben van. Nagyon sokszor ez hasonló van, amikor csak egy-egy szó szerepel. Miért? Mert azt a szót vagy nem tudta jó lefordítani az a leginkább egyházi személy, aki a latin oklevelet írta vagy azért, mert jelezni akarta, hogy ez, ezt így hívják, ez ez. Na most ezek a szoklevelek jogi dolgokról szólnak, földről, határról, birtokról, tehát fontos lehetett. Most ez azért jó nekünk, mert amikor ilyen szavak vannak ezekben a latin szövegekben, akkor egyrészt tudjuk, hogy azt a magyar szót akkor már biztosan használták, a másik azért jó nekünk, mert hogy megérthetjük, hogy mit jelentett maga korában. A dolog kezdete valahol itt lehetett, vagyis természetes módon önmagától termékeny terület. De hogy elkezdjük nézni ezeket a latin szövegeket, néha adnak mellé egy magyarázatot. Tehát azt mondja, ez úgy szokott szerepelni, hogy vulgariter telek, a nép nyelvén teleknek hívott valami, ami ez meg ez, és azt már latinul mondja. Hát itt van. A jelentés változás, ami időben is követhető, először csak úgy mondja, hogy telek, aztán egy idő után megjelenik az, hogy a telek az egy terra kulta. Ez azt jelenti, hogy megművelt föld. Vagyis a termékeny, eredetileg termékeny föld lassan kezd megművelt földé alakulni. Hát nyilván ott kezdünk művelni, ami termékeny föld. Majd egy idő után megjelenik egy újabb kifejezés, azt mondja, hogy terra fimáta. Még azt jelenti, hogy megtrágyázott föld. Vagyis, hogy az eredetileg termékeny föld, az most már lehet megművelt föld, és lehet, hogy most már nem eredetileg termékeny föld, hanem azért jól használható, mert mi meg is trágyázzuk. Ebben a szóváltozásban benne van egy művelési formának a változása. Hogy még érdekesebb legyen, egy idő után azt látjuk, hogy elkezdik telkesíteni a határt. Ez azt jelenti, hogy a földbőség időszakában vagyunk. Viszonylag sok szabad földterület van, ezt abból is lehet tudni, hogy nem a föld, a föld értéke, nem feltétlenül a föld nagyságától függ csak, hanem legalább annyira függ attól, hogy van-e rajta népesség, aki megnővéle, mert attól lesz jövedelem belőle. Na most ez a telkesítés, ez úgy történik, hogy valaki elkezdi a határ egy szabadon levő részén az állatait tartani. Ennek következtében az a rész az telkesül. Terrafimáta megtrágyázott föld lesz, amit elkezd művelni. És a kimerülése után ezt műveli valahány évig, a kimerülése után, miután van szabad földterület, megy tovább, és a határ egy másik részét telkesíti, ahol ő maga meg is telepedhet arra a néhány évre, hogy ebben még biztosabbak legyünk. A szövegek azt mondják, hogy ott van valakinek az ülése, vagy szessziója, ahol megült. Hát legalább egy időre és hogy egy idő után már ezt szabályozni is kell, és akkor ilyeneket írnak, hogy valaki nem mehet közelebb egy nagy nyinál a másik üléséhez, vagy egy nyire vagyunk ugyanennyire. Ez már egy kicsit azt jelzi, hogy a határban már nem biztos, hogy annyira sok szabad terület van, már egy picit szabályoznunk kell, és aztán nem sokára arról hallunk, hogy az embereknek van egy szessziója, egy ülése, egy telke, aminek van egy belső része, meg egy külső része. Belső telek, meg külső telek. Na most itt jönne egy másik hosszabb történet, amit én most csak így nagyon összetolva mondok el, hogy mindenről a régészet egyre többet tud mondani, mert hogy nagyon sok települést tártak föl az utóbbi néhány évtizedben a régészek, és ezért meg tudjuk mutatni, hogy hogy nézett ki egy Árpádkori falu, meg egy 14. századi falu. Ez az Árpád-kori falu, amit itt látunk, ez a Kána nevű falu, ez egyébként itt Budapest területén található, ahol egy nagyon nagy ásatás, egy óriási lakópark és irodaház együttes építése előtt történt, és ami ebből a képből látszik, hogy ott középen van egy templom, a temetővel, és egy ilyen szórt jellegű dolgot látunk, házhelyekkel, ezeket sokszor árkok választják el egymástól, tehát hogy van egy házhely, és valamiféle, hát ne, nehet mondani, hogy olyan telekszerű dolog van a ház mellett, de nem mutat egy különösebben nagy rendezettséget. Hát valahogy ezt így lehet elképzelni, egy ilyen egységet, ez egy skanzen tulajdonképpen, ahol fölépítettek ilyen nárpádkori házakat, félig földbe mélyített lakóházak, tüzelőberendezés, körbe van kerítve árokkal, sánccal, sövénnyel, stb. És akkor ebbe is lehet gondolkozni, hogy belül most földet művelünk, vagy állatot tartunk. Vagy mind a kettőt csináljuk, és cserélgetjük ezt. Most vannak benne az állatok, aztán majd kint lesznek, és hasonló. Tehát egy valamiféle rendszert mutat, és itt a telek a jelentése ez játszhat egy szerepet. És aztán nem sokkal később, a 14. század közepén valami egészen mást látunk. Ez a kép, ez egy iskola, egy tankönyvből van, tehát ugye ez a tankönyvi anyag, a középkori jobbágytelek. Ugye van házhely, belső telek, külső telek, közös használatban lévő részek, ami erdő, mező, legelő, tó, stb. Ott a tetején a földesúr aki ugye az egészet kontrollálja. És a határ föl van osztva parcellákra, és hogy még világosabb legyen nyomásokra. És akkor megint egy ilyen iskolában tanult kifejezés fog jönni, két nyomás, három nyomás és hasonló dolgok. Azt rögtön lehet érezni, hogy amiről eddig beszéltem, meg ez azért valami nagyon más világ. Tehát itt az, az esetben az egész határ valamilyen módon szabályozva van, mert az is szabályozva van, hogy a közös használat, annak az a szabályozása, hogy azt közösen lehet használni. Az X földterületre viszont nem mehet akárki. Itt van például egy nagyon fontos szó, amit ennél a nyomás dolognál nem szoktak olyan sokat emlegetni, ez az úgynevezett nyomáskényszer. Tehát, hogy a jobb ágy az eldöntheti, hogy mikor mit vet, meg hogyan, de ha már a rendszer fölállt, akkor nyomáskényszer van, vagyis az adott dűlőben nem vethet akármit az év akármelyik részében. Miért nem? Mert a szomszéd, ha ott tartja az állatait, akkor az egész falu azzal foglalkozna, hogy őrzi a szántóföldeket. Mert különben, ha egy adott terület nem egyfajta művelésben van, akkor az állattartás meg a, a földművelés az ugye problémát fog okozni egymásnak. Mi okozza a változást. Tehát itt nagyjából száz évről beszélünk, valamikor a 13. század közepe és a 14. század közepe között. És akkor itt felsoroltam néhány dolgot, amit mindig szoktak mondani, hogy mi a változás háttere. Mezőgazdasági technika fejlődése, fogatolás, eke típus, mindenféle ilyenek. Új népesség. Nagy betelepítések vannak ebben az időszakban, akik hoznak magukkal már egy sokkal szabályozottabb rendszerű határhasználatot. Új adózási rendszer. Ezt gondolom mindenkinek rögtön megindítja a gondolkodáspontját, hogy azért, hogyha a kormányzat behoz egy új adórendszert, akkor azzal hát vagy megpróbáljuk megúszni, vagy hát nem tudunk vele mit csinálni. És ez itt még erősebb, mert itt egyszerre kétféle adóról beszélünk, királyi adóról, meg földesúri adóról, és mind a kettőnek egy az adó alapja. Ezt úgy hívják, hogy a telek. A telkes jobbágy fizet egy egység adót és akkor a telexónál vagyunk megint. Ez egy új birtokadministrációs rendszer. És úgy zárójelbe oda tenném, hogy ez az a száz év, amikor a középkori Európa legnagyobb klímaváltozása lezajlik, ez pedig az úgynevezett kis jégkorszaknak az első időszaka. És akkor az ember rögtön megkérdezi, hogy van a kettő között összefüggés, vagy ha nincs, akkor hogy birták ezt ki, és mindenféle egyebek. Na most mit szoktunk mondani, hogy mi a magyarázat a háttérbe? Hát fejlődünk. Ugye a korábbi rendszer az még nem volt fejlett, ez a szabad földhasználat, hát ez egy ilyen primitív dolog, szoktuk volt mondani. Hát a két nyomás az már sokkal jobb, ugye, mert akkor van egy ugarunk, meg van egy szántunk. A három nyomás az meg pláne sokkal jobb, mert akkor már van őszi, tavasz, és van egy ugarunk is. Ebben van igazság, hiszen nyilvánvaló, hogy egy szabályozottabb rendszerből nagyobb mennyiségű gabonát lehet például kihozni. Csak hogy az is világosá vált, hogy ez a rendszer, ez ugyanannak a rendszernek itt három körrel jelölt dolga, amit érdemes nézni, az a legfelső sor. A szabad talajváltó rendszernél jó adottságú földbe kell gondolkozni. Akkor tudok talajváltani, hogyha általában jó a föld, vagy én jóvá tettem, telkesítettem. A két nyomásunál, ott azért már közepes adottságúval is lehet valamit csinálni, a három nyomásonál, meg hogyha ezt megindítjuk, akkor egy viszonylag rosszabb adottságú területtel is lehet dolgozni. A kérdés az az, hogy meddig. És itt jön egy másik dolog, ami ezekben a modellekben nem szokott hangsúlyt kapni. Tehát ez a fejlődés centrikus elképzelésben az a mondás, hogy hát van ez a primitív talajváltó, aztán okosabbak lettek, lett kétnyomásos, még okosabbak lettek, háromnyomásos, nő a, a termelékenység, nő a előállított gabona mennyisége, nőhet a népesség, örülünk mindennek. Mi az, ami ezekben a modellekben nem nagyon kap hangsúlyt? Mindezen rendszer mellett mindig is a ház közelében volt egy intenzív művelésű, trágyázott, komposztal ellátott terület, nevezük kertnek, konyhakertnek, zöldségkertnek, gyümölcsnek, ami a belső telek része. Ez mindvégig ott van. Háztáinak is hívhatjuk. Ezen kívül az állatállomány az nem csak úgy mozogám, hogy mindig a, az ugaron van rajta, ami ebből a rendszerből úgy kitűnne, hanem van olyan, hogy tarló legeltetés, vagyis hogy a frissen learatott gabona után azonnal ráeresztjük az állatállományt a tarlóra, és ott tudjuk tartani. Van erdei legeltetés az erdei ligetes területeken, legeltetés az árterületen, és ezek után van még a legeltetés az ugaron. Vagyis egy elég jelentős mennyiségű állatállományt lehet elhelyezni és mozgatni a határ különböző részein, és ez sokkal több terület és komplexebb, mint hogy csak mindig arról lenne szó, hogy ők egy helyen lehetnek. Hát tarló legeltetés ma is létezik. Ez ugyan kukorica, ami nem volt a középkorban, de sokkal nagyobb jelentőségével a dolognak, és azt se felejtsük el, hogy az, hogy elkezdem a tarlót legeltetni, az azt jelenti, hogy nem tarlóhántok, nem forgatom be, és utána majd a porszál, amikor a száraz időszak van, hanem egy megtaposott, részben megtrágyázott állatok által bejárt területen van. Vagy. Az erdei és ártéri legeltetés, amely ma sok tekintetben tiltott tevékenység, ezek nagyon létező elemei voltak a korabeli gazdálkodásnak, és egy nagyon fontos eleme is volt, az pedig az volt, hogy nem állandóan ott tartották az állatot, ami azt eredményezte volna, hogy egy elvadulási folyamat indul meg. Ez időszakos használat volt, és ezeknek a területeknek volt egy megújulási lehetősége. És hogy ezt nem csak mi gondoljuk így, van egy másik szavunk is. Azt mondtam, hogy kétnyomásos, háromnyomásos gazdálkodás. A nyomás eredetileg abból a szóból származik, hogy nyomni, az állatok által lenyomott, megnyomott terület, amely a következő évben megújult területként művelhető. Ez a nyomásos gazdálkodás alapja. A magyar ezt a szót használja, nem mindegyik nyelv, például az angol nyelvben two-field system, meg three-field systemnek hívják, ami azt mondja csak, hogy dűlő vagy határrész tulajdonképpen. Tehát ez is arról szól, hogy ez a folyamat kulcsmódon összekapcsolódik az állatoknak a tartási helyével. Vagyis az egyik leglényegesebb dolog, hogy az állattartás és még a gabona központú mezőgazdaság sem egy ilyen mesterségesen szétválasztott dolgot jelent. Nem beszélve a már említett belső telek, konyha, kert kérdéséről. Na most hirtelen ugrunk egy nagyon nagyot időben, ez amiről én beszéltem, ez a késő középkor időszaka. Azt is szeretném hozzátenni, akkor is előfordultak monokultúrás területek, sőt előfordultak, olyan monokultúrás területek, amelyek valószínűleg nagyon súlyos környezeti változásokat szenvedtek, például a nagyállattartás, ami külföldi piacra szállította lábon a marhát, az valószínűleg egy ilyen foglalkozás volt, és bizonyos területekben jelentős változást hozott létre. Most hirtelen átungrunk a 18. századba, mert ennek a telekrendszernek van egy új virágkora. Ez pedig a Mária Terézia féle úrbéri rendeleteknek a korszak, amikor országosan szabályozzák ezt a dolgot. Ez részben azzal függ össze, hogy a törökkor után, ugye, hát rengeteg település elpusztul, országrészeket kell újra benépesíteni, és egy új település hálózat, új rendszere jön létre, amihez azt is érdemes hozzátenni, hogy ez a folyamat, hogy ez a telkesítéshez hogyan történik, ez például a magyar agrártörténettel foglalkozó kutatók részben az alapján is tudták rekonstruálni, megnézték, hogy mi történt a 18. században, hogy vezetődött be ez az úrbéri rendelet, és mik voltak előtte. Ott is volt egy ilyen szabad talaj használatos időszak, mert hogy alacsony volt a népesség sok területen, és volt bőven szabadon álló földterület. Aztán ez egy idő után megváltozott. De azt is látni kell, hogy ez az úrbéri rendelet, ez nem csak megint mezőgazdaságról szól. Erről is szól. Adók, állami, egyházi, földesúri, a föld, földesúrak által megkövetelt munka követelmény. Tehát ez egy nagy adminisztrációs rendszer, ez egy felvilágosult abszolútista birodalom, amely megszervezi a birodalmat. A hadsereg ellátásától kezdve a népesség ellátásaik, és ehhez egy ilyen nagyon szervezett mezőgazdasági dologra van szükség, ami persze, kérdés, hogy ez a nagyszervezettségű adminisztrációs rendszer, ez hogy viszonyul a táj adottságaihoz? Melyik táj bírja ezt el, és melyik táj nem bírja el? Na most hirtelen ugrunk megint egy kicsit, és eljutunk a 20. századba. És mi történt itt a 18. meg a 20. század között? Hát van egy iparosodásunk, létrejön az, amit nagyüzemi mezőgazdaságnak nevezünk, ugye ez nem 20. századi dolog, ez már korábban elindult árvízmentesítés, amikor az Alföld óriási területeinek megváltozik az ökoszisztémája, a tájhasználata. Van közben egy népességrobbanás, tehát itt egy olyan drámai növekedés van, ami soha a korábbi évszázadokban nem történt meg. Hát vannak világháborúk, úgy mellékesen, néhány rendszerváltozás, majd a szocialista mezőgazdaság létrejötte, és a tss És akkor ezek után újra fölbukkan a telek. A hobbitelek. Ugye? Ez a hobbitelek. Már legalábbis annak egyik fajtája, ami a szocialista nagyüzemi gazdálkodás és a nagyvárosi létből való kiszabadulásnak a helyszíne, ahol az én paprikám az jobb, mint a szomszédé, vagy legalább olyan jó, meg cserélhetek vele intenzív munkálkodását. Van, akinek még kert is fér bele, van, akinek már csak a parkoló meg a ház, de azt is látni kell, hogy amit ugye hobbiteleknek meg háztáinak hívunk, az pontosan az volt, ami lehetővé tette, hogy a szocialista nagyüzemi gazdálkodás mellett bizonyos termékekből ne legyen termék hiány, legalábbis amikor annak éppen időszaka volt annak a terméknek. És ezt megörököltük, mert ez bizonyos fokig mai napig is van, és amikor mondom, azt mondjuk, hogy kimegyünk a telekre, akkor erről beszélünk. De ez is hobbitelek, csak ez egy másik fajta hobbitelek, és itt biztosan mindenki fölismer olyan elemeket, ami közelebb áll ahhoz a gondolkodás gondolkodásmódhoz, amit a permakultúra mond. És akkor Hirtelen ezer évet utaztunk a telekszó körül, és egy dolog megmarad benne. Ezek mindig viszonylag kicsi zárt. Valamennyire zárt területek, valamiféle intenzív műveléssel, és ez a művelés a termékeknek inkább egy bizonyos körét tudja ellátni. Másrészt jelentős szerepe lehet abban, hogy az emberek tulajdonképpen ebben a rendszerben hogyan működnek az állatokkal és a növényekkel együtt. Ez egy fontos elem ennek a dolognak. Valamiről nem esett szó, ez pedig a klímaváltozás. ez az a görbe, amit mostanában nagyon sokat szoktunk nézegetni, elsősorban az utolsó szakasza miatt, az a borzasztó fölfelé menő dolog. De azért is érdemes ezt nézni, mert azt is látni kell, hogy hosszú ideig a tudományos kutatókat sem nagyon érdekelte a múltnak a klímája, mert ez egy ilyen néhány tudós hobbija volt, egészen addig, amíg rá nem jöttünk, hogy ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi történik napjainkban, ahhoz száz és ezer évekre visszamenőleg kell látnunk. Itt jött be az, hogy a régészet és a történettudomány. Sokkal többet ma, tud ma már mondani ezekről a klímaváltozásokról. Azt lehet, lehet látni, hogy az általam röviden érintett időszakban igen jelentős klímaváltozások voltak, az úgynevezett nevezett nem beszélve arról, ami az elmúlt 200 évben itt vagy 150 évben történik. Na most mit lehet ebből tanúságként és következtetésként levonni? Hát én azt gondolom, hogy egyrészt az, hogy a kert vagy a telek, mint élelem termelés helye, ez egy természetes helyszín. Tehát, hogy valami ilyesmi az egy dolog, amiben kulcsfontosságú ennek a termő képességnek vagy a meglelése, vagy valamilyen megtartása. Ez általában munkaigényes és természeti aggodottságokhoz igazodó, vagyis nem nagyüzemi. Azt azért hozzátenném, hogy a hobbitelek az nem volt feltétlenül a vegyszermentes gazdálkodásnak a klasszikus példája, de a munkaigényesség az azt hiszem, hogy továbbra is megvan. Amiről viszont nem nagyon szoktunk beszélni, a társadalma alkalmazkodási képessége mindezekhez a változásokhoz, beleértve az adórendszereket, vagy az említett klímaváltozást. És itt jutunk el oda, hogy mindebből mit lehet tanulni. Melyek azok a múltbéli tapasztalatok, amelyek hasznosíthatók a jelen kihívásai között? Van-e értelme annak, hogy ilyen időtáblatba visszanézzünk, azon kívül, hogy engem érdekel, mint régész és történész, lehet ebből bármit is tanulni? Hát ami szerintem ide tartozik, hogy ami ezenek a kert telek, akármilyen értelemben is használjuk, valamiféle egyéb hozadéka. A kertkultúra, mint örökség. Ez egy létező dolog. A különféle kertkultúrák. A helyi közösségek szerepe. És ez nem csak a falusi agrárközösségekre érvényes. Az életminőség. Hobbitelek. Ugye, kimentem, és ott jobban éreztem magamat, mint a panelban. Az élelmiszer minőség. Én tudom, hogy az én ribizlimben nincsen semmi, vagy mi módon volt az művelve. Egyfajta egészséges életmód, és az, amit ma fenntarthatóságnak szoktunk mondani. És akkor én itt szeretném ezzel befejezni. Ez inkább egy ilyen provokatív gondolatindítónak volt számba, mint csak tényeket elmondani. És van ennek egy olyan része is, hogy ez egy közösségi kert, amely Pumázon található, és azok az emberek, akik ott próbálnak sok tekintetben permakultúrás módon valamit elérni, egy lakópark közepén tulajdonképpen, azoknak nem biztos, hogy mindez megfordul a fejében, amikor valamit csinálnak de ők és a gyermekeik általában jól érzik magukat, amikor ebben a kertben vannak, és még a régész és történész is jól tudja érezni magát, és akkor itt a bevezetőben már volt arról szó, hogy az, hogy itt vagyunk, az csak részben kapcsolódik a tudományos érdeklődéshez. Van egy olyan oka is, hogy ez a képen látható, a feleségem, aki a Permakultúra Egyesületnek a tagja, és innen is jön az érdeklődés. Köszönöm szépen a figyelmet! Jó, és akkor kettő darab kérdésre van időnk most, ugye kicsit csúszásban vagyunk. Online, ha jól láttam, akkor nem érkezett kérdés, de hogy aki esetleg itt van, ahhoz odaviszem a mikrofont, természetesen csak a hangotok lesz felvéve GDPR-ra nagyon figyelünk. Úgyhogy ha van kérdés, akkor odavinném a mikrofont most. Tudom, még az első előadás még szégyenlős mindenki. Később is lehet kérdezni, hogy Jóska úgyis itt lesz velünk holnap is, úgyhogy akkor holnap is tudtok tőle kérdezni. Akkor még egyszer nagyon-nagyon-nagyon köszönjük az előadást, és akkor egy kis szünet előtt megköszönjük tárgyilagosan is az előadást. A kiskerből kis származó. De egy kis emlék, de Ó, megint, nagyon szépen megenni. köszönöm. Jó, Jó, meg. A borkultúráról még nem bort, a... Nem, Köszönöm szépen. Nagyon szépen, mi köszönjük. köszönjük. Még köszönjük. Jó. köszönjük.